Szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet emberismeret fejlesztő képzésén. Én Erényi Györgyi vagyok, az egyik vezető. Én András Miklós vagyok, a másik PPH vezető. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú igazember, mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Szedlacsik Miklós az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta építi a kapcsolatokat az emberekkel. 1991 óta vezet embereket, és van saját szervezésű csapata. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetnek a vezetője. Nincs még olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett ugyanaz a szervezet piacvezető. Tanításait már több százezer ember vette igénybe valamilyen életjobbító lehetőségek elsajátításában. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében közreműködött. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy a magánélete nincs rendben. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Én 2013 óta ismerem őket személyesen, és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. A vezetőnk több különleges médiumi képességekkel rendelkeznek. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall, vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről, az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára érthetetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információkat kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy más, vagy emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ, hogy átadhassa az információkat. Küldetése, az emberek lelki fejlődése, és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni a vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük, hogy mivel is foglalkozunk. De először is szeretném megkérdezni, hogy szerintetek vajon a mai világban szükség van-e arra, hogy az ember az élethelyzeteit helyesen kezelje, a problémáit megelőzze, vagy megoldja, céljait képes legyen megvalósítani, és ezekben másoknak is tudjon segíteni. Vagy olyan özvegyek vagyunk, hogy segíteni nem kell. Jók lennének azok, hogy képesek legyünk úgy élni, hogy
az élethelyzeteinket helyesen kezeljük, a problémáinkat megelőzzük, megoldjuk. Hát de minek kéne másoknak segíteni? Egy úgyis olyan világban élünk, nem, ahol az a legfontosabb, hogy én, a többi az le van. Ezzel kezdődik és avval végződik. Nem? Csak arra nem gondolnak az emberek, hogyha a környezetünkben lévők boldogtalanok, akkor mi mitől leszünk boldogok? Bár van egy olyan réteg, az emberiség egyötöde, amely kifejezetten élvezi azt, hogyha a környezetükben lévők boldogtalanok. Őket úgy hívják, hogy elnyomók. Úgy is lehetne mondani, hogy antiszociális emberek. A bolygón minden ötödik ember ilyen típusú. Ők kifejezetten élvezik, hogyha a környezetükben lévő emberek boldogtalanok, mert azt gondolják, hogyha ők boldogok lennének, akkor nekik az rossz lenne. Szó szerint. De ugye az egyötöd az nem a többség, a többség az a négyötöd, és a négyötöd pedig úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz a környezetemben is boldogoknak kellenek lenni az embereknek. Tehát gondold végig, vajon szociális emberként, tehát nem elnyomóként, vajon mennyire lenne fontos, hogy ne csak te, hanem a környezetedben is képesek legyenek az emberek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, vagy megoldani. Fontos lenne? Az ember azért boldogtalan, tehát úgy működik az ember, hogy azért boldogtalan, mert problémái vannak. Tehát az ember úgy működik, hogyha problémái vannak, akkor elromlik a hangulata. És ugye, ha megnézed, akkor azt látod, hogy az embereknek egyre több problémáik vannak. Tehát nem csökkent, főleg itt az elmúlt másfél évben, még nem elég, hogy voltak, mit tudom én mondjuk, betegségek, nem elég, hogy voltak balesetek, nem elég, hogy voltak mondjuk családi problémák, vagy anyagi problémák, nem elég. Még csináltak új problémákat azon kívül. Mit tudom én, problémaként jelent meg, hogy az ember szabadságát korlátozták, nem? Problémaként jelent meg, hogy mit tudom én mondjuk, maszkot kellett hordani, nem? Problémaként jelent meg az, hogy beoltották az embereket, nem? Olyan valamivel, amiből senki nem tudja, hogy mi van benne. Hát senki. Tehát lényeg az, hogy generáltak még több problémát. Tehát egy olyan világban élünk, ahol több a probléma, mint amit az emberek általában képesek megoldani. Egy ember képes arra, hogy ilyen egy-két, max. Három problémával elboldoguljon, mert hát a többiek is képesek rá. De amikor ennél több probléma van, akkor az ember besokal, és elromlik a hangulata. Tehát az ember úgy működik, hogyha nem tudja a problémáit megoldani, akkor elkezd magába fordulni. És ez a magába fordulás előidéz egy rosszabb hangulatot. És minél jobban magába fordul valaki, annál rosszabb és rosszabb hangulata lesz. Tehát azt gondolják, emberek vannak, akik azt gondolják, hogy az a megoldás a problémákra, hogy magukba fordulnak az emberek. Vagy hogy te saját magadba fordulsz. Ez nem lehet megoldás. Hát gondold végig, minél nyitottabb egy ember, annál sikeresebb. Tehát annál sikeresebb. Minél jobban magába fordul valaki, annál sikertelenebb.
Tehát akkor lehet, hogy a hatalom azt akarja, hogy te sikertelen legyél. Tehát elérik azt, hogy az emberek magukba forduljanak, tehát azáltal, hogy sikertelenek legyenek. Mondod végig. Tehát egy érdekes világban élünk, ahol úgy látszik, hogy a hatalomnak nem az a célja, hogy az emberek boldoguljanak, hanem épp az ellenkezője. Na nézzük meg, hogy mi a megoldás ezzel szemben. Tehát mi a megoldás egy olyan társadalomban, ahol az embereknél elérik azt, hogy rossz állapotúak legyenek, tehát hogy magukba forduljanak. Tehát hol kezdődik a magukba fordulás? Csak úgy mondanám, hogyha esetleg valaki ezt nem tudja. Ott kezdődik, hogy az ember elkezd ilyen ellenségesen működni, ellenségesen viselkedni. Tehát ilyen rossz indulatú viselkedést fölvesz. Majd ott folytatódik, hogy az ember ilyen haragos, dühös lesz. Majd azután folytatódik az, hogy az ember átmegy félelembe, és akár odáig fajulhat a dolog, hogy bánatosak lesznek az emberek. Hát most körülbelül ott tartunk, hogy az emberek átlagosan hát ilyen félelem környéke szinten vannak, átlagosan. Hát ha nem lettek volna félelemben, akkor nem oltatták volna be magukat. Oké? Tehát most az részletkérdés, hogy valaki azért oltatta be magát, mert félt, hogy meghal a vírustól, vagy részletkérdés, hogy azért oltatta be magát, mert félt mondjuk, hogy nem utazhat, vagy nem mehet étterembe. Ez részletkérdés. Oké? Vagy most jön az az időszak, hogy félnek emberek attól, hogy esetleg elbocsátják a munkahelyükről, ha nem oltatják be magukat. Most ez az időszak van már. De hát ez mind félelem. Gondold végig. Ha az ember attól fél, hogy elbocsátják, akkor attól fél, hogy nem lesz másik munkája, nem? Most kit érdekel, hogy az ember itt dolgozik, vagy ott dolgozik, nem? Mi, oda vagy nőve a munkahelyedhez? Vagy mi a jó Isten? Oda ragasztottak? Vagy mi? Gondold végig. Tehát egy érdekes világot élünk, ahol elérték az embereknél, hogy féljenek. Tehát még egyszer, ha valaki azt mondja neked, hogy beoltotta magát, és ő benne nincs félelem, akkor hazudik. Mert azért oltotta be magát, mert fél. Tehát mondom, az egy félelem, hogy fél attól, hogy például nem engedik be az étterembe, vagy stb. Stb., mert nincs beoltva. Érted? Tehát ezt csak úgy mondanám, hogy én nem vagyok beoltva, mégis ugyanúgy élem az életem, mint azelőtt, mielőtt ez az egész herce-urca másfél évvel ezelőtt elkezdődött. Nekem az életem semmit nem változott. Tudod miért? Mert én például nem jártam éttermekbe. Nem érdekeltek, hogy mit árusítanak az éttermek. Engem nem érdekelt, hogy mit játszanak a mozik. Nem jártam moziba. Színházba évente egyszer mentünk, és ha most nem megyek színházba, akkor mi lesz? Kit érdekel? Érted? Tehát semmi olyan korlátozás az én életemben nem volt ebben a másfél évben, amit én ne tehettem volna meg, mint vállalkozó. Érted? Semmi. Nézd meg, a vállalkozások azok működhettek, ha akartak, és nem voltak olyan tökkel ütöttek, hogy nem ismerték a törvényeket. Ha valaki ismerte a törvényeket, inkább úgy mondanám, hogy a másfél éve született rendelet halmazt, akkor tudta, hogy mit lehet és mit nem lehet. De akik nem ismerték,
az elhitték azt, amit a média mondott. A média az meg csak ilyen féligazságokat szokott mondani, teljes igazságot ritkán. Na most, ha nem látod át azt, hogy az emberek félelemben élnek, akkor te valahogy nem ebben a világban élsz. És az embert a félelemből tudod, mi húzza ki? Csak egy dolog. Hogyha átlátja a helyzetet. Az, hogy az ember átlásson egy helyzetet, ez most mindegy, hogy a saját helyzete, vagy a világ helyzete, vagy az ország helyzete, teljesen mindegy. Ez mind tudás kell. De nézzük meg, hogy milyen helyzeteket kellene átlátni egyáltalán. Jó? Mindjárt mutatom, de azt csináljuk, hogy ezt ezen egy kicsit átlépünk. Na, én most itt ezt eltekertem nektek. Jó, mindjárt vissza lesz. Oké. Itt vagytok. Arrébb rakjuk. Itt van 10 terület. Ha nem látod át, hogy hogyan bánjál önmagaddal, a pároddal, a szüleiddel, a gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal és az Isteneddel, akkor ne csodálkozz, hogy nem vagy jó állapotban. Ne csodálkozz, hogy félsz. Tehát ma Magyarországon, akik beoltották magukat, az mind fél. Még akkor is, ha nem vallják be maguknak. Mert ha nem, ha bevallanák maguknak, nem, hogyha ha nem féltek volna, akkor nem oltották volna be magukat. Világos ez? Tehát mindenki. Na most, ha az ország durván, mondtam, 65%-a beoltotta magát, akkor a lakosság 65%-a az fél. Érted? És tudod, hogy a félelem az a legnagyobb problémája az embernek? Tehát az embernek, mint értelmes lénynek, hát kérdés, hogy te mennyire tartod értelmesnek magadat? Tehát mint értelmes lénynek az a legnagyobb problémája, hogy fél. Na most szerinted milyen élőlények félnek a Földön? Félnek a, mit tudom, fél a fűszál? Nem. Nem. A fák félnek? Nem. Nem. Tehát onnantól kezdődnek a félelmek az állatoknál, hogy bogár, nem? A bogár az már fél. Az simán. Ha megijeszted, aztán elszalad, nem? Tehát akkor fél. Tehát ha megnézed, az összes, amit így állatnak nevezünk, beletartozva a bogarakat is, az mind fél. Kivétel nélkül. Ha megnézed, mekkora böhöm nagy egy elefánt, és úgy fél, mint a nyavaja. Oké? Bármilyen állatot félelembe lehet taszítani. Na most, de te nem vagy állat, te ember vagy. És akkor téged is mégis félelembe lehet taszítani. Hát gondold végig, ha elérték. Lehet, hogy most azt mondod, ah, most már nem félek, mert beoltottak. Hát előtte féltél. És ha utána azt mondják, hogy hát jön a még erősebb vírus, akkor utána hányszor fogod magad beoltani? Hát mert ugye azt szeretnék, hogy minden vírus, ami jön, oltsd be magad, vagy kétszer-háromszor. Nem? És hogyha beoltottad magad, és jön egy másik vírus, akkor majd azt is, ott is oltsd be magad. Nem azt akarják? Mert ugye, hát eléggé átlátszó lenne az a trükk, hogyha az egyik betegség ellen
a másik, tehát egyik betegség elleni oltás egy másik betegség ellen is védene. Ennek valami kis esélye van a világon. Tehát mit tudom én, mondjuk ha valakit beoltanak, és csak eszembe jutott valami, mondjuk maláriával szemben, az nem biztos, hogy az influenza ellen is jó lesz. Nem sok esélye van hozzá. Érted? Tehát, hogy beoltanak valakit mondjuk tifusz ellen, nem biztos, hogy jó kolera ellen. Érted? Tehát ez a nem biztos, ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel nem jó. De az emberekkel most mintha el akarnák hitetni, hogy a következő még durvább vírus ellen, ami teljesen másnak fognak nevezni, már másnak neveznek, az az oltás, ami teljesen más vírusra volt, arra jó. Hát én beszéltem egészségügyi dolgozókkal, akik rendszeresen oltottak influenza ellen a múltban. És azt mondták, hogy sose tudtak arra oltani, ami éppen volt. Mindig csak az előző fertőzésre, vagy előző vírusra tudtak oltani. Tehát mindig. Mert mindig volt valami változása a vírusnak. Tehát persze volt ugyanaz a vírus is, de ugye a többség az nem ugyanabban a betegségben, tehát ugyanattól a vírustól fertőződött meg. És ezáltal gyakorlatilag hiába oltották be, ha pont egy másik típusú vírust kapott el, influenza vírust, akkor olyan, mintha be se oltották volna. És hát most gondold végig, hát ugyanez a helyzet, hát ugyanez. Egy másik vírusra, hogy hat az előző vírusnak az oltása? Hát gondolkozz már. Hát de ha te elhiszed, hogy hat, hát az a te dolgod, nem az enyém. Ha téged meg lehet majmolni, érted? Lehet majomna nézni, inkább úgy mondom, hát akkor csináld. Ennyi. Jó? Tehát lényeg az, hogy itt vannak ezek a területek. Ebbe beletartozik, nézd meg, a környezet. Tudod, mi a környezet? Az a világ, amiben élünk. És ha te nem tudsz avval a világgal bánni, amiben élünk, akkor úgy megetetnek, hogy csak úgy arról koldulsz. Érted? Tehát a környezeted az nem csak azt jelenti, hogy ahol laksz, mit tudom én, ha családi házban, akkor beletartozik az udvar. Érted? Vagy mit tudom én, az a ház tömb, ahol laksz, hanem családi házban laksz. Nem. A környezeted az egész bolygónk a környezet. Érted? Tehát most gondold végig, hát mit tudom, elutazol a Föld másik felére, akkor hirtelen környezetváltozásod volt, nem? És akkor az lett az új környezeted, addig, ameddig ott vagy. De egyébként, ha megnézzük, hát az egész világ a környezetünk, tehát mármint úgy értve, hogy a bolygó a környezetünk. És a bolygón történnek dolgok, az elég jól láthatod, hogy rád milyen hatással lehet, nem? Tehát ilyen közvetlen hatást, ami ahogy ránk hatott a világban egy bizonyos változás, én mióta élek, még nem tapasztaltam. Pedig voltak azóta, mióta élek, háborúk, mindenféle dolgok, érted? De ilyen közvetlen hatást az emberekre, a világban történt idézőjelben változás még soha nem gyakorolt.
Hát most gondold bele, állítólag kirobbant Kínában, Wuhanban, érted, ez az egész, és most ugye az egész világ tele van, idézőjelben tele ezzel, ami ott kirobbant. Tehát azért mondom, hogy ilyen közvetlen hatást az életedre még soha semmi nem gyakorolt, ami a világban történt. Mert hát mit tudom én, világban meggyilkoltak akár tömegeket, téged érintett? Nem. Érted? Sőt, a környezetedben lévő, közvetlen környezetedben élő embereket sem érintette. Sőt, mondhatnánk, hogy a hazánkat sem érintette. De most történt egy olyan dolog, ami szerte a világban érintette az embereket. Vagy legalábbis elhitették velük, hogy érintette őket, nem? Például nekem az egész családom átesett a Covid-on. Onnan tudjuk, hogy megcsináltattuk a kártyát. Ugye elmentünk, illetve kihívtuk, és le vérből ugye vért vettek, és ugye megállapították, hogy mindenkiben van antianyag a Covid-19-el szemben. Antianyag. Érted? Az egész család az azt jelenti, hogy nálunk 6 fő. Oké? És megcsináltattuk, és ezáltal mindenkinek lett kártyája. De érdekes a dolog. Egyikünk se volt beteg. Érted? Mit tudom én, például én egy napig volt 37,2 a hőemelkedésem. Érted? És vagy 2 hétig ilyen fáradékonyabb voltam. Ennyi volt. Volt, aki egy kicsit köhögött. Érted? De nekünk az immunrendszerünk rendben van. Miért? Mert gondoskodunk arról, hogy rendben legyen. Mivel? 2 dologgal lehet gondoskodni arról, hogy az immunrendszered rendben legyen. A jó hangulattal. 1, 2, olyan táplálkozással, amely tartalmazza azokat az anyagokat, amire a szervezetnek szüksége van, ezt úgy hívják, hogy vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, aminosavak. És ha ezt nem tartalmazza a hagyományos táplálék, akkor mi beviszünk olyan étrendkiegészítőket, amik tartalmazzák. Én már tudod, mióta szedek étrendkiegészítőt? 95 óta. Hoppá. 95 óta. Tudod miért? Mert nagymamám 95-ben már 89 éves volt. Nem 95, bocsánat, 85. Tehát 85-öt akartam mondani. Tehát 85-ben nagymamám 79 éves volt, és gyakran volt megfázva, ilyen megfázósos tünetei. És elkezdtünk neki adni vitamint, C-vitamint, meg akkor polivitaplexet. És azt vettük észre, hogy onnantól kezdve ő meg megfázósa volt. És akkor rá egy jó pár, mit tudom mondjuk egy évre, mert ugye 84-től adtuk neki, olyan 85-től én is elkezdtem szedni. És azóta már nem azt szedem, hanem egy kicsit jobb minőségű vitaminokat, de nem ilyen nagyon drágákat, mint vannak, akik szednek. És tudod, mit mondanak ezek? Hát felhalmozódik. És akkor mi lesz veled, hogy felhalmozódik? Érted? Hát akkor már nekem rég fel kellett volna halmozódni, 40 év alatt, érted? Vagy lassan 40 év alatt, 35 vagy 6 év alatt. És érdekes módon nem halmozódott föl. Jó, tehát, és az egész családom fogyaszt étrendkiegészítőt évek óta. Ugye azért vagyunk 6-an, mert van 2 fiam, meg 2 menyem. És meg a feleségem is természetesen. Hát ugye ezt
az elhangzott. De a mennyeim nem hangzottak el, ami nem probléma, mert ugye... Na szóval a lényeg az, hogy mi megoldottuk ezt a kérdést. Ráadásul ezzel kapcsolatban van tudásom, nem csak nekem, hanem a nejemnek is, sőt, a gyerekeimnek is. Nyilván a gyerekeim azért nem annyit tudnak még ezzel a ezekkel a területekkel kapcsolatban, mint én. És, de hát akkor is van tudásuk. És meg tudjuk oldani, ha ezeken a területeken valami probléma adódik. Számomra nincs olyan, hogy probléma. Tudod, mióta nincs olyan, hogy probléma? Sose volt. De én nem emlékszem olyan, hogy nekem valami problémám lett volna. Olyan volt, hogy vagy kihívás, vagy feladat. De olyan, hogy probléma, én nem emlékszem, hogy lett volna. Tehát akkor létezik egy probléma egy ember életében, ha nincs rá tudása. Én azt csináltam, ha jött egy probléma, rögtön elkezdtem azzal foglalkozni, hogy utána nézzek, hogy hogy kell azt megoldani. És vettem a fáradtságot, hogyha még nem jártam akkor éppen képzésre, hogy mondjuk könyveket olvassak. Olyan témában, ami megoldást ad arra, illetve tudást ad arra a bizonyos dologra. Tehát természetesen igénybe vettem nem csak könyvekből tudást, hanem emberektől tudást. De ahhoz, hogy az ember emberektől tudást kapjon, az nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a könyv. Szokták mondani, hogy mi nem adják ingyen. Mi nem adjuk ingyen a tudást. Miért szerinted a könyveket ingyen szokták adni? Hát hogyha éppen ki akarják dobni, és már kutyának se kell, akkor esetleg. Hát a könyvek is pénzbe kerülnek. Tehát azt, hogy egy tudást megszerezzen az ember, az nekem is pénzbe került. Nem kevésbe. Sőt, sokkal, de sokkal többe került a tudás megszerzése, mint a legtöbb embernek a Földön. Érted? Nem Magyarországon, hanem a Földön. Tehát persze biztos van olyan ember a Földön, aki több pénzt fordított a tudására, mint én. Biztos, hogy van. De biztos, hogy benne vagyok az 1%-ban. Bőven, aki a legtöbb pénzt fordította a bolygón a tudására. Na most akkor onnantól kezdve, miért adnám ingyen? Oké? Miért adnám ingyen? Tehát én azt tudom, hogy a saját tudásomra, mióta ugye elkezdtem 91-től a tudásomat gyarapítani, több millió forintot fizettem képzésre. Mármint úgy értve, hogy az én saját képzésemre. Több millió forintot. Most ugyan nézd már meg, hogy a legtöbb ember vagy több millió forintot mikor fizetett ki a saját képzésére. Nem az iskolai képzésére, nem a hagyományos iskolai képzésére, hanem olyan képzésre, ami ezzel kapcsolatos. Oké? Beleértve a tízest is természetesen. Hát mondjuk avval kapcsolatban nem kaptam képzést. Érted? De vannak ezzel kapcsolatban, akik szintén fizetnek azért, hogy erre vonatkozóan kapjanak képzést. Na szóval lényeg az, hogy gondold végig, melyik a jobb? Ha van tudásod az életed területeidre, vagy te olyan szuper vagy, hogy mindent tudsz, akkor miért van az életed romokba? Hm? Miért? Tehát ez neked az összes jól működik?
Nagyon kevés olyan emberrel találkoztam az életemben, akik nem tanulnak itt, és ezek rendben vannak, ezek a dolgok teljes egészében. Nagyon kevés olyan emberrel. Hát persze más a helyzet azoknál, akik itt tanulnak. Más a helyzet. Na most, ha megnézzük, ebből hát ugye maga a tudás az egy szellemi dolog, de az önmagad ismerete, hát az félig meddig anyag, nem? Mert hát anyagból vagy, anyagból is, nem? A párod ugyanúgy anyagból van, nem? Anyagból is, szüleid is, gyerekeid is, mások is. A munkád az a legtöbb embernek anyag. Tehát valamit anyaggal kapcsolatban végez. Persze vannak szellemi munkák is, de a szellemi munkák is valamilyen szinten a legtöbb esetben anyaghoz kapcsolódnak. A pénz maga egy anyag, eleve. A környezetünk az részben anyag, részben szellemiség, ami azt jelenti, hogy mondjuk miért történnek úgy a dolgok a világban, ahogy történnek, az nem biztos, hogy anyag. A hatóságok azok megint csak a hatósággal kapcsolatban általánosan ugye szellemi információkra vannak szüksége az embernek, és az Istenünkkel kapcsolatban is szellemi információkkal. Tehát itt megnézzük, ennek egy része ugye az anyaggal közvetlen kapcsolatban áll, egy része viszont a szellemiséggel áll kapcsolatban. A szellemiség azt jelenti, hogy mindenki értse, hogy ugye az a jó szellemű ember, akinek van megfelelő tudása. Oké? Tehát minél inkább van tudása az embernek, azokra a területekre, ahol működik, annál jobb szellemiségű az illető. Oké? De nem csak az van, hogy a saját működési területünkre legyünk jó szelleműek, hanem gondold végig, hogy az embereknek azon túlmenően, hogy neked vannak történéseid az életedben, biztos, hogy vannak olyan történések, amit te nem élsz meg, hanem más él meg. És ha arra vonatkozóan nincsen tudásod, akkor nem tudsz abban segíteni. Tehát örülj neki, hogy nem kell annyi dolgot megélni, mint amennyit megélnek az emberek összességében. Tehát szerintem az életed, sőt biztos, hogy akár több életed sem lenne elég ahhoz, hogy azt a rengeteg problémát megéld, ami itt a bolygón van. Mármint közvetlenül megéld. De ha csak a saját problémáidra vannak megoldások, akkor tudod, mi ezzel a baj? Hogy a világban történnek dolgok, emberekkel történnek dolgok, és nem látod át. Tehát nem látod át, hogy vajon miért történnek azok a dolgok velük. Tehát bármi történik az életedben, vagy bárkivel ezen a földön, az életében történik ezzel a 10 dologgal kapcsolatosan bármi, nem a 10-zel egyszerre, hanem bármelyikkel. Én tudom, hogy miért történik. Tudod? Hát nyilván, ha tudom, hogy mi történt velük. Érted? Miért? Mert van erre vonatkozó tudásom. Sőt, van egy olyan fajta tudásom is, ami kapcsolódik
egy olyan tudás forráshoz, ami nem én vagyok. Tehát én vagyok egy tudásforrás a tudásom, tapasztalatom alapján. Márpedig a tapasztalatom az sokkal nagyobb, hiszen mint elhangzott, 91 óta van saját csapatom. És ez a saját csapat, ez meghaladta a 100 000 főt. Összességében. Most azért nem sok olyan ember van a bolygón, akinek a saját csapata az meghaladta a 100 000 főt. Na most, ha ezt megnézzük, akkor ugye elég sok tapasztalatom van másokhoz képest. De annyi nem lehet, hogy minden problémára tudjam a miértet. Tehát, hogy miért kell annak lennie. De tudjátok, hogy én meg tudom kérdezni. Ami azt jelenti, hogy ha megkérdezem, megkapom a választ. És ha az most világ probléma, akkor arra. Ha az most mondjuk egy egyén problémája, akkor arra. Ha nem lehet utána nézni dolgoknak, akkor megkérdezem és megküldik a választ. Mennyi idő múlva? Nem napok múlva. Hát ez általában most már úgy működik, hogy ha megkérdezem, akkor tudom úgy kérdezni, mintha beszélgetnénk. Mint ha mondjuk leállnék veled beszélgetni. Hogy kérdezek, válaszolnak. Kérdezek, válaszolnak. De nem majd percek múlva, hanem azonnal veszem a választ. Tehát, mint hogyha beszélgetnénk. Régen ez más volt, mert ez olyan 3 perc volt, mire fogtam a választ. Tehát nem ők küldték későn. A vevőm működött másként még. Na most... ez azt jelenti, hogy ezáltal egy kicsit más a helyzet. Nem kell neked ebben hinni, hogy én így működök. Engem, megmondom őszintén, tojok rá, hogy te mit hiszel. Ilyen egyszerű. Én tudom, hogy én hogy működök, és ez nekem bőven elég. Oké? És ez nem nagy képűség, hanem eleve ott kezdődik, hogy elég jól ismerem az emberek működését. Nem átlag szinten, hanem az átlagnál sokkal jobban. És én pontosan tudom, hogy ha én hallok valamilyen emberről, akinek jó képességei vannak, én nem vagyok velük ellenséges. Egyikkel se. Érted? Mindenkinek megvan a helye és szerepe ezen a bolygón. Neked is, mindenkinek, érted? Annak is, aki nincs itt, vagy annak is, aki teljesen más csinál, mindenkinek megvan a szerepe. Én ezt el tudom fogadni. Oké? Ami azt jelenti, hogy ha valaki mást csinál, mint én abban nem leszek ellenséges. Ha valaki hülyeséget csinál, avval sem leszek ellenséges. Mert az ő élete. Ami annyit jelent, hogy az ember, ha jobb állapotban van, akkor erre képes. Aki ellenségeskedik, mondjuk egy konkurenciával. Hát gondold végig, én 91-ben már tanultam, hogy a konkurenciára nem mondunk rosszat. 91-ben. Az nem most volt. Érted? Tehát én úgy nyertem meg a múltban versenytárgyalások tömegét, hogy én nem mondtam rosszat sose a konkurenciára. Oké? Tehát miért kellene úgy működni, hogy nincs konkurencia? Miért kellene? Hát az a jó, ha van, mert akkor lehet versenyezni. Érted? Tehát a konkurencia az csak egy versenytárs, nem vetélytárs. Érted? Hát ha valaki azt gondolja, hogy jobban tudja csinálni, mint én, csinálja.
Semmi gondom nincs azzal. Érted? Az ég adta világon semmi gondom. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ő több tudást tud adni az embereknek, csinálja, mutassa be. Semmi gond nincs ezzel. Hát az lenne a jó, ha lenne már a bolygón 300 millió ember, aki legalább úgy tud tudást adni, átadni, mint én. Érted? Az lenne az ideális. Akkor ezen a bolygón már aranykor lenne. Érted? Tehát nekem ez nem probléma. Én azt szeretném, hogy rengeteg tanító tanítsa a többséget. A többséget. Mert a tanítók mindig is kisebbségben lesznek. Jó, hát én azt tudom, hogy az előző életemben is tanító voltam, csak nem ezen a bolygón. Hanem azt is tudom, hogy melyiket. Úgy hívják, hogy Sirius B. Na most, ami annyit jelent, hogy nehogy azt itt, hogy tudtam gyerekkoromban, azóta tudtam meg, az elmúlt 10 év során. Tehát lényeg az, hogy nekem abban semmi gondom nincs, hogy például embereket nyitogatnak. Mit jelent a nyitogatás? Hogy kinyitják a rálátását az életre, érted? Tehát kinyitják. Tehát az azt jelenti, a kinyitás, hogy az ember kinyílt arra, hogy nem csak anyagi világban élünk. Érted? Hanem itt van egy olyan része az életünknek, ami a 60%. Bár itt nem úgy jelenik meg látszatra, de mégis, ha megnézed, önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, akár pénzzel, tudás nélkül nem tudsz bánni. Tudás nélkül csak elrontani tudod. Na most a tudás az nem anyag. A tudás a szellemiség. És ha egy anyaggal akarsz bánni, és nem értesz ahhoz a területhez, érted? Nincs hozzá tudásod, akkor el fogod baltázni. Oké? El fogod baltázni. Ez ilyen egyszerű. Tehát nehogy azt mondnál, hogy szellemiség nem kell. A tudás maga a szellemiség. Az nem szellemiség, hogy olyat tanulsz, amit nem használsz, vagy nem használtál sose. Az kidobott idő volt, meg energia, meg lehet pénz is. Érted? Tehát olyat kell tudni, amit az ember tud hasznosítani. És ez azt jelenti, hogy olyat kell tanulni, amit az ember tud hasznosítani. És csapatban sokkal könnyebb tanulni, mint egyénileg. Tehát én azt láttam, meggyőződtem róla, hogy sokkal hamarabb válik tudássá az a tanulás, amit az emberek csapatban végeznek. Tehát nézd meg, a gyerekek is most, hogy online tanultak. Közel nem tudtak úgy annyit, mint mikor be kellett járni az iskolába. Érted? Tehát például én nem olyan rég, ugye nekünk van egy olyan rendezvényünk, hogy szeminárium, hát nyilván most itt az elmúlt másfél évben, hát volt, hogy sajnos szűk körben tudtuk ezt megtartani, teljesen zárt körben, de volt, hogy már itt az elmúlt hónapokban meg tudtuk tartani. És én például még sose tartottam ennyi főnek gyakorlást, mint amit most, pár héttel ezelőtt. És én azt láttam, hogy most gondold végig, tehát gyakorlás az azt jelenti, hogy kettesével gyakoroltak az emberek. Tehát párban gyakoroltak.
És az azt jelenti, hogy ott volt, tehát vadidegen emberek gyakoroltak jellemzően egymással. Még akkor is, hogyha párba voltak, mivel a párok egymás mellett ültek, én meg azt mondtam, hogy jó, akkor fordítsátok meg a széket, és gyakorolj a hátad mögött ülővel, vagy az előtted ülővel. Érted? Ezáltal a párok se egymással gyakoroltak. Tehát mondhatjuk azt, hogy csak nem 100 pár gyakorolt, érted? Tehát 200 embert. Sőt, valamivel több. Tehát 200, több mint 200 ember gyakorolt. És senki nem volt olyan, hogy nem gyakorolt. Érted? És tudod, hogy hagyták abba a gyakorlatot? Úgy hagyták abba, ugye több gyakorlat volt tehát ez a szeminárium, mert ez 11-től 6-ig tart. És több gyakorlat volt, konkrétan 3 ilyen gyakorlatunk volt. És tudod, hogy hagyták abba mindegyiket? Hogy sokkal jobb állapotban voltak, mikor abba hagyták, mint mikor elkezdték. Sokkal, nem kicsivel, sokkal jobb állapotban voltak. Na most ezt, ha nem gyakoroltuk volna, hanem csak mondom, ezt nem lehetett volna elérni. Világos ez? Tehát, és ez úgy működik, hogyha mondjuk egy stadionban csinálnánk ezt. Érted? És ott gyakorolnának az emberek. Ott még hatványozottabb lenne az abból fakadó ismeret, amit közben gyakoroltak. Miért? Mert ez úgy működik, hogy az az energia, amit az emberek beletesznek, az hatványozódik. Ezt tudod milyen? Mint mikor egy házas párból, tehát nálunk van olyan, hogy a tanulók szervezhetnek. Kit? Tanulókat szervezhetnek. És azt látjuk, hogy ugye gyakran előfordul, hogy egy házas pár egyik tagja szervez. És érdekes mód, amikor a másik tagja is a házaspárnak elkezd szervezni, akkor meghatványozódik az eredmény. Tehát nem megduplázódik, hanem meghatványozódik. Tehát erre szoktuk mondani, hogyha párban tevékenykednek, az egy meg egy az nem 2, hanem 11. Tehát, na most gondold végig, ha két ember együtt működik, és már ennyivel több az eredmény és az energia, akkor mennyi, hogyha, mit tudom én, több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer ember működik együtt. Érted? Na miért kéne együtt működni? Miért? Hát azt tanultad, hogy az a legfontosabb, hogy te boldogulj, meg max a családod, többi le van fütyülve. Nem? Nem ezt tanultad? Hát dehogy nem. Az egész világ egy ilyen, nem az egész világ, bocsánat, a világnak ezer része, ugye Európa, mondhatjuk azt, hogy Európa egy olyan kontinens, ahol az önzőségre tanították az embereket. Hogy legyenek minél önzőbbek. De tényleg, ha ezt te nem ismered fel, akkor valahogy mint ha nem ebben a világban élnél. És nézzük meg, hogy miért is kellene nem így gondolkodni. Tehát mi egy olyan lény vagyunk, mi emberek, akik nem úgy működnek teljes egészében, hogy az állatok. Bennünk is van félelem, de van egy részünk, amely nem tud félni. Tudod, melyik lény fél? Amelynek van valamilyen érzékelése, tehát érzékelése. Nyilván az érzékelés az érzékszerveken keresztül működik. A növényeknek nincsenek érzékszerveik. Tehát ők másként működnek. Az bogaraktól kezdve vannak érzékszervek. És az érzékszerveken keresztül érzékelünk. És ugye általánosan ez a
az öt érzékszervet ismerjük, általánosan több van egyébként, tehát 12 van, de 7-ről tudunk, vagy 5-ről tudunk hivatalosan, ugye ez a látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Ugye itt vannak ezek az érzékszervek, és ezeken keresztül ugye érzékelünk, és ha ezeken keresztül veszélyt érzékelünk, na akkor kezdünk el félni. Nem? Gondold végig. De miért félnek az állatok? Mert van egy túlélési ösztönük. Miért félnek az emberek? Mert van egy túlélési ösztönük. A túlélési ösztön az állatoknál azt jelenti, hogy egy élet, egy halál. Tehát szó szerint azt, amit tanultunk, hogy egy élet, egy halál. Egy állatnak egy élete van, egy halála van. Igen, ám, de egy ember nem így működik. Mert az emberben van egy olyan fajta működés, ami nem olyan, mint az állatoknál. Ez pedig egy értelmes energia. Ez az értelmes energia, ezt úgy hívják, hogy lélek. Az állatban nincs lélek, csak életösztön. Az emberben is van életösztön, a testi részben. Tehát az ember egy olyan lény, amely kétféle működést tud produkálni. Egyszerre nem tud kétfélét produkálni, csak egyszerre egyet. Vagy úgy működik, mint egy állat, hogy a testére támaszkodik és ösztönösen működik, vagy úgy működik, mint egy Isten. Ami azt jelenti, hogy gondolkodik. Na most, akkor nézzük meg, a testünk halandó, mivel az energia a sose vészel, ezért a lélek az nem halandó. Tehát nem halandó, örök létű. A test számára, mivel halandó, van életösztön, és félti a test az életét. Ez a bal agyféltekénknek a működése. Van a másik, a jobb agyféltekéhez kapcsolódó fajta működés, az a gondolkodáshoz kapcsolódik, az pedig a lélek által vezérelt. A lélek pedig azt mondja, hogy nekem nincs mitől félni, mert én sose halok meg. Hanem akkor mi lesz? Hát vagy megyek egy olyan létformába, nem kell inkarnálódni, vagy visszainkarnálódom. Ezt mondja a lélek. Én nem halok meg sose. Tehát a lélek számára olyan, hogy halál, nem létezik. Na most egy olyan lény számára, tehát egy energialényről beszélünk a lélek esetében, egy olyan lény számára, amely nem hal meg sose, nincs olyan, hogy félelem. Tehát a félelem az mindig a halál félelemhez kapcsolódik. Világos ez? Tehát gondold végig, a lélek egy olyan szuperlény, tehát el se tudja képzelni a legtöbb ember azt, hogy benne van egy szuperlény. A szuperlény azt jelenti, hogy maga a lélek nem érzékeli a hideget, a meleget, nem érzékeli azt, hogy levegő, nem számít neki az anyag, nem számít neki az idő, nem számít neki a tér, a térben szabadon közlekedik egyik pillanatról a másikra. Érted? Most onnantól kezdve mitől féljen? Érted? Végtelen élete van, szabadon tud közlekedni, nem számít, hogy van levegő vagy nincs, nem számít, hogy hideg van vagy meleg, mitől féljen? Nem lehet elpusztítani, mitől féljen?
Mitől? Hát a testnek van mitől félnie. Hát gondold végig. Nem jó neki a túl meleg, nem jó neki a túl hideg, nem jó neki a kevés oxigén, nem jó neki a túl sok oxigén, semmi nem jó neki. Érted? Nem tud a térben szabadon közlekedni. De ugye attól, hogy te nem érzékelted, vagy nem tudod ezeket a dolgokat, ez még attól így működik. És miért nem tudod azt, hogy például neked van egy olyan lelked, amelyik szabadon tud közlekedni, meg nem érzékel hideget, meleget, stb. Stb. Miért nem tudod? Hát egy az, hogy nem tanították meg. Kettő, nem tanították meg, hogy hogyan lép ki a testedből. Tehát az, hogy az ember ki tudjon lépni a testéből, mint lélek, az egy technika. Világos ez? Vannak a Földön olyan emberek, akik ezt meg tudják csinálni, vannak, akik ilyen képességgel születtek, hogy meg tudják csinálni, és ezt a képességét nem vették el gyerekkorban, és vannak, akik felnőttként tanulták ezt a képességet. Tehát általában a gyerekek meg tudják csinálni azt, a pici gyerekek, hogy kilépnek a testükből, meg visszalépnek. Te is meg tudod csinálni, mert a legtöbb ember az például álmában simán ki tud lépni. Csak utána visszalép, mire fölébred. Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és a tudatlanságunknak köszönhetően olyan dolgokat nem tudunk, ami egy kicsit más megvilágításban tenni a saját létünket. A saját létünket. Tehát azt gondolja a legtöbb ember, hogy be vagyunk zárva az anyagba, és ezáltal az anyag körül forog minden. Hát nagy tévedés. Ha nem lennénk, tehát nem lenne az embernek szellemi képessége, akkor körülbelül azon a szinten működnénk, mint a majmok. Érted? Körülbelül azon. Kicsit talán fejlettebb, de nem valószínű, hogy lenne ruhád. Majomnak se kell. Bőven elég lenne a szőröd. Kifejlődne, stb. Stb. Érted? Az lenne a bundád. Érted? Tehát így működnénk. De ugye az ember, mivel megkapta a gondolkodás képességét, ezért sokkal többre képes, mint egy állat. Csak be is kéne ezt bizonyítani. Tehát ugye mit csinálnak az állatok? Esznek, isznak, pihennek, meg utódot nevelnek, nem? Ezt csinálják az állatok. És a legtöbb ember mit csinál? Pont ezt. Esznek, isznak, pihennek, utódot nevelnek, nem? Hát nyilván egy dolgot még csinálnak az állatok, hogy a túlélésükről gondoskodnak, nem? Amelyik vadászik, az vadászik, amelyik meg legel, az legel. Érted? Na most tehát magyarul foglalkozik azzal, hogy hát az eszik-iszikkal, tudod. De ugyanezt csinálják az emberek. Esznek, isznak, és erről gondoskodnak nyilván, hogy tudjanak enni, meg tudjanak inni, meg arról is gondoskodnak, hogy tudjanak pihenni. Nem? Meg arról is gondoskodnak, hogy tudjanak gyereket nevelni. Tehát utódot felnevelni. De ez mivel több, mint az állatok esetén? Semmivel. Semmivel. Tehát akkor te azt gondolod, hogy te egyenértékű vagy egy állattal. Hát ha ezt gondolod, megérdemled. Én nem ezt gondolom. Én nem ezt gondolom. Na most, a fejlettebb állatok már csinálnak olyat, hogy csapatban működnek. Például, mit tudom, a majmok.
csimpánzokra jellemző, például gorillákra, csimpánzokra jellemző, hogy csapatot alkotnak és együttműködnek. Például a farkasok is együttműködnek. Mit tudom én, mondjuk az elefántok is együttműködnek, tehát sok, sok olyan állat van, amelyik együttműködik. És ugye miért működnek együtt? Hát mert az együttműködésben könnyebb a létüket biztosítani. Tehát azt, hogy mondjuk biztonságban legyenek, az, hogy mondjuk legyen meg a táplálék, ami a biztonsághoz tartozik, az nagyobb arányú legyen, mint hogyha egyedül csinálják. Tehát ezért például egy csapatban működő oroszlánnak nagyobb a túlélési esélye, mint egy olyan oroszlánnak, amelyik csak egymagában működik. És ez tény. Na most gondold végig, az állatoknak van egy ilyen ösztönük, a fejlettebb állatoknak, hogy hajlamosak arra, hogy csapatban működjenek együtt. A legtöbb embernek még ennyi sincs. Még annyi sincs. Tehát nem sok esze van-e mondjuk egy oroszlánnak, vagy egy elefántnak, vagy akár ugye az orkának, tudjátok, ez a fekete-fehér gyilkosbálna, a CET, tudod? Tehát azok például csapatban vadásznak, de ugyanúgy a delfinek is, a sima palackorú vagy bármilyen más delfin is csapatban vadászik. És csapatban ugye sokkal nagyobb eredményt tudnak elérni. Tehát jobban biztosítva van a túlélésük. De itt a Földön az emberek azt gondolják, hogy majd egyénileg. Aha, na most ezt kezdték el blokkolni másfél éve. Ezt, hogy egyénileg tudjál működni. És ha ezt nem hiszed, hogy tovább lesz blokkolva, akkor majd megtapasztalod. És addig lesz blokkolva, míg nem jön meg az eszed arra, hogy kellene együttműködni másokkal. Tehát a legtöbb ilyen együttműködő állat, ha nem működne együtt, sokkal rövidebb életű lenne. Ha azt óhajtod, neked nem kell együttműködni, és azt fogod tapasztalni, hogy sokkal rövidebb lesz az életed. Tehát meghalsz idő előtt. Tudjátok, mit tapasztalok 11 éve? Mióta az emberek fejlesztésével foglalkozok, előtte is foglalkoztam, de csak belsőleg. A belsőleg azt jelenti, hogy a vezetőknek adtam át az ilyen jellegű tudásokat. Milyen jellegűt? A módszereket ahhoz, hogy boldoguljanak az életükben. Nem az első díjmentes részben adom át a módszereket, hanem a második részben, a fizetős részben. Amely sokkal kedvező, mint bármilyen más tudásátadás. De nem is ez a lényeg. Tehát 11 éve kezdtem el az emberek fejlesztését, és azóta, akkor már elkezdtem mondani, ilyen 1-2 év után, hogy azt tapasztaltam, hogy az emberek utolsó esélyként kapják. Mit? A PPH-t. Mi az, hogy utolsó esély? Az azt jelenti, hogy amikor valaki megismerkedik a PPH-val, utolsó esélyként kapja, abba hagyhatja nyugodtan, de utána megnézheti magát. De tényleg? De mi az, hogy megnézheti magát? Jó esetben mindenféle problémája lesz, rossz esetben meghal. Bárki tudja, melyik a jobb. Érted? Utolsó esély azt jelenti, hogy a fentiek azt mondják, hogy tessék, itt van a PPH, tanulj, ha nem akarsz, jó, akkor nehezítsünk neked egy kicsit. Vagy vonjunk ki az élők sorába, azt majd következő életedben próbálkozhatsz újba. Tehát akik az elmúlt, mondjuk olyan durván, számoljunk vissza, 50-es évektől születettek, az hány évesek akkor? 70, nem? Akik az elmúlt 70 évben születettek,
az mind arra születtek, hogy létrehozzanak egy új társadalmi formát, amit úgy hívják, hogy aranykor. Aki ezt nem csinálja, vagy csinálta, azt ugye, ha nem csinálta, már kivonták az élők sorából. Aki ezt nem csinálja, ki fogják vonni az élők sorából. Ennyi. Minden ember az elmúlt 70 évben arra született, hogy egy új társadalmi formát hozzon létre. És ezt az új társadalmi formát úgy nevezik, hogy aranykor, a szeretet, béke és boldogság kora, ahol az embernek képesnek kell lenni együttműködve másokkal elérni azt, hogy feltétel nélkül legyen képes együttműködni másokkal, és ezáltal felkerülhessen egy, tehát hazakerülhessen. Tudod, mi a hazakerülés? Például nekem a hazakerülés vissza a Sirius B-re. Érted? Tehát te is jöttél valahonnan. És oda vissza hova? Egy magasabb létformába, ahol a testet eszközként használjuk. Akkor lépünk ki belőle, amikor akarunk, és akkor lépünk vissza a testbe, amikor akarunk, és nem csecsemő testbe kerülünk, hanem egy kiforrott fiatal felnőtt testbe, de nem, az a test nem 80 évig él, vagy 100 évig, érted? Hanem évezredekig. De te nyugodtan csinálhatod a reinkarnációs folyamatodat, semmi gond, csak nem ezen a bolygón. Mert ez a bolygó már túl közel van a központhoz. És létrehoztak egy új bolygót kint az univerzum szélén. És akkor lehet kőkorszaki körülmények közé kerülve, ott szépen reinkarnálódni a következő időszakokban. Semmi gond nincs ezzel, újra lehet kezdeni, csak nem itt, mert ennek a bolygónak fel kell emelni a rezgését. Ezen a bolygón csak olyan lények lakhatnak, akiknek magas a rezgésük. Most még nem így van, de a jövőben. És ez azt jelenti, hogy ezt 2035-re kell megcsinálni az emberiségnek. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ezt a bolygót szétrobbantják. Mert ennek a bolygónak az emberiség egy rákfenéje jelenleg, ami azt jelenti, hogy azt okozza ezzel a bolygóval, hogy a bolygónak nagy mértékben csökkenti az emberiség a rezgését. És ezen az univerzum ezen részén magas rezgésű minden, kivétel a Föld. Ugyanis a Föld rezgését az emberek határozzák meg. És mivel az emberek rezgése alacsony, ezáltal vagy megemeljük a saját rezgésünket, mindenki a sajátját, és ezáltal megerősödik, de megemelkedik a bolygó rezgése, vagy aki nem teszi ezt, ha ezt tömegesen nem fogják tenni az emberek, akiknek semmilyen hajlandóságuk nem volt erre, azok mennek oda a univerzum szélére. Akiknek volt, azokat kimentik, és van egy másik bolygó, amely már megcsinálta az aranykort, megyünk oda. Oké? Vagy megmentjük ezt a bolygót, és ezen is aranykor lesz. És akkor utána megtanuljuk azt, hogy a két bolygó között átjárhassunk. Oké? Most az ember, mint lélek, nem hagyhatja el a bolygónak, van egy gyűrűje, egy olyan gyűrűje, tehát egy körbevevő energia, hát mondhatjuk azt, hogy pajzs, amely révén az ember azon nem, tehát az emberi lélek, de bármilyen lélek nem tud átmenni. Tehát az azt jelenti, hogy ott át kell vezetni azon az embereket, illetve a lelkeket, de még az idegen lelkeket is. Tehát erre a bolygóra nem jön akárki, és nem távozhat akárki. Tehát úgy, hogy át vannak vezetve ezen a pajzson. Ami annyit jelent,
hogy van egy védelmünk, mert ez a pajzs ez más, tehát véd a nem kívánatos elemektől is természetesen, ez nem volt mindig így, ez most már így van több mint 700 éve. És lényeg az, hogy ugye például mondjuk szétrobbantanák a bolygót, akkor fogják, összefogdossák a lehetet, aztán viszik oda, hova kell. De előtte persze kimentik azokat, akiket ki kell, ha meg nem olyan az illető, akkor meg majd összefogdossák. Vagy hogyha aranykor lesz, akkor ez a bolygó működik tovább, megemelkedik a rezgése, és akkor így helye van az univerzumunkban. Ennyi. Nem kell ebbe hinni, majd megtapasztalod. Amit tanítok, hát lassan 20 éve, 2004-től már tanítottam ilyen dolgokat, mind bejött. Mind bejött. Általában előbb jött be, mint ahogy jósoltam. Nem azért, mert jós vagyok, hanem mert megsukták, hogy mi lesz. Oké? Azt is megsukták, hogy most mi van. Az előző díjmentes képzésen beszéltem erről, hogy most mi van. Jó? De milyen célból van ez az egész? Hát, tehát az embert, mondom körülbelül 15 éve legalább, hogy nyomás alá kell helyezni, hogy válasszon, hogy meghal, vagy fejlődik. Ennyi. És még a, ugye azt is kérdezte valaki, hogy megyünk-e még befele ebbe az egészbe. Tudjátok még meddig? Még kb. Másfél évig. Utána lesz egy ilyen egy-másfél éves stagnálás, és utána fogunk kifelé majd vickélni belőle. Tehát még három évig nem lesz fölfelé ívelés, annak jó része még lefelé lesz, utána stagnálás, és utána kifele. Jó? Na most, hogy létrejöjjön a választás. Tehát az ember, megnézed, az embereket szabadjára engedték, például itt Európában, vagy Európa jó részén, és megnézed, gyakorlatilag semmit nem változtattak. Tehát itt eltelt majdnem másfél év, ameddig ugye szabadjára nem engedték őket, és igazából semmit nem változtak. Ugyanolyan hülyék maradtak, mint voltak. Erre nem tudok mást mondani. Persze tisztelt a kivételeknek. Mert mi jóval több, mint megduplázottunk. Tehát ami azt jelenti, hogy nem mindenki maradt olyan hülye, mint volt. Oké? Okay? Tehát sokan, mondhatjuk azt, hogy ebben az másfél évben többen nyíltak meg, mint előtte 9 év alatt. Ezt megtapasztaltuk. Érted? Tehát hatott a dolog. Hoppá. Na most még nagyobb elnyomás, még jobban fog hatni rátok. Ennyi. És akkor lehet választani, hogy maradunk hülyék, vagy fejlődünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak, Mesterkocsnak ezt a képzést. Nekem mindig nagyon tetszik az ilyenfajta előadások, mivel hogy megtalálja az embereknek a nyomogombját. És ilyenkor sokan azt mondják, nem mondom mit mondanak, csak tudjuk, hogy milyen érzelmeket vált ki, és mikor ilyen negatív érzelmeket vált ki valakiből, az azt jelenti, hogy egóvezérelt ember. Ami még tetszik, azaz mondtad, hogy minden embernek szabad választása van. Ez igaz is, csak mindegyik ember megfeledkezik arról, hogy a szabad választásnak van egy következménye, egy felelőssége. Na, erről feledkeznek meg az emberek. Egy pár szót szeretnénk magunkról beszélni. Kérdezel te, vagy kérdezek én?
Jó, akkor én kérdezek, civil foglalkozásod? Szülésznő, gyógymasször, és most jelenleg nyugdíjas, és remélem, hogy utána PPH tanuló, nem tanuló, dolgozó leszek. Már az vagyok. Honnan jöttél? Budapestről. Családi helyzeted? Páros. Miért kezdted el a Nyílt Akadémián tanulni? Azért, mert a párom kérte, hogy jöjjek el, és hallgassam meg, mert hogy nagyon érdekes. Mondtam, na jó, egye fene, eljövök. Én a kis magas egómmal el is jöttem, bemutatkoztam a Miklósnak, és nem tudom már, mit mondtam, de azt tudom, hogy két mondattal úgy leállított, hogy kettőt nem tudtam megszólalni. Mondom, hűha, ha engem egy férfi így le tud állítani, akkor ebbe a pasiba van valami. Mondom, leültem és meghallgattam az előadását. Igen ám, de az előadás közben olyan nyomogombokat nyomott meg, hogy kiszaladtam a teremből, és elkezdtem sírni. Mert egyszerűen fájt az, amit kaptam. És mondtam, ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz. És mondta, hogy nem kell elfogadnod, ez a te döntésed. És azt mondtam, hogy na jó, akkor jövök. Mielőtt feltenném a másik kérdést, szeretném mondani, hogy figyeljétek meg, a zakóján nincs egy darab gomb se. A nyomogombokat levágtuk. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia? Ember és életjobbító coach képzései. Hát óriási nagy változáson mentem keresztül. Nem volt egyszerű, mert nagyon sok problémám volt, mondhatjuk így is, és nem tudtam ezeket kezelni, nem tudtam lezárni őket. És most ott tartok, hogy a háromnegyed részét már lezártam, és elengedtem. Van még egy-kettő, de az már nem annyira problémás, mert itt vagyok, és meg fogom csinálni. Ennyi. És mit tanácsolsz másoknak? Mit tanácsolok másoknak? Gyertek tanulni. Ne hagyjátok abba, mert ez egy csodálatos dolog. Olyan sok tanulnivalót, olyan sok dolgot tanulunk itt, és annyira csodálatos, hogy az embernek megnyílik a szeme a világ felé, és mindent észrevesz. És egyszerűen... Na, most így is. Jó, oké, megértettük. Na jó, szóval... Nagyon jó itt lenni. Megkapcsolt. Neved? András Miklós vagyok. Civil foglalkozásod? Vállalkozó. Családi helyzeted? Hát az előbb mondtad, hogy páros vagy, csak nem mondtad, hogy kivel. Hát vele. Szóval bemutatom a mennyasszonyomat, 24 éve vagyunk, boldog. Miben vagyunk? Párkapcsolatban. Párkapcsolat, de... Mennyasszony és vőlegényként. Igen. Élvezzük az életet. Igen? Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát annak idején, mikor én idejöttem, én nem úgy jöttem, mint a többi, hogy keresgéltem a szellemiséget, meg jártam tanfolyamokra, nem jártam. Hanem nekem mindig sok kérdésem volt. Volt egy haverom, aki ő járt ide Miklóshoz tanulni, és azt mondta, figyú, gyere ide, mert Miklós válaszol a kérdéseidre. Jó. Eljöttem. Lassan 10. éve itt vagyunk, ide ragadtam. És az elején az volt, hogy tényleg nagyon sok kérdésem volt, és Miklós válaszolgatott. Csak az kiderült a végén, hogy nem azt adta le, amit akart, hanem válaszolta a kérdésemre, és az elején kifutottunk az időkből. És azóta meg van tiltva nekem a kérdés. Szóval azért jöttem, kapjak válaszokat, nagyon sok választ kaptam, sőt, nagyon sok mindent tanultam, és most már alkalmazom is azokat a dolgokat, amit tanultam.
Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései? Eddig is nyugodt ember voltam. Most még nyugodta vagyok, azaz lazább vagyok. Nem görcsölök, mert ez is egy tanítás, hogy amihez nagyon ragaszkodsz, azt el fogod veszíteni. Az itteni tanítások, most már tudok összehasonlítani eseményeket. Tudom, hogy a múltamban, ami történt, miért történt. Tudom a jelenben megnézni, hogy a gyerekeink, a közvetlen közelben élők, hogy mikor reagálnak valamire, hogy reagálnak, elmondjuk nekik, és a proféta nem működik a családban, de utána jönnek, hogy mi nem hallgattam rád. Visszajönnek, hogy visszaigazolják, hogy tényleg jót mondtunk, csak hát mindenkinek van egy lószemüvege, amit vagy leveszi, vagy nem. Mit tanácsolsz másoknak? Vegyek le a lószemüveget. Szóval azt tanácsolom másoknak, hogy az egyedüli dolog, ami ezen a földön véges, az az időt, a saját időt. Azt nem tudod bepotolni sehogy se. Na most, ha az idődet elfecsereled laza dolgokra, hogy simán élj, szórakozz, stb., nem fogsz tudni fejlődni. Mert tanulás nélkül nem tudsz fejlődni. És én azt mondanám, hogy egy kicsit abból a szórakozási időből, ami a kajapia és a kirándulás, stb., vegyél vissza, és áldozz egy kicsit a tanulásra is. És mindjárt meg fog változni az életed jobbá. Ezt tanácsolom. Jöjjenek ide, gyertek ide, tanuljatok. Köszönöm. Szünet után coach képzésünk lesz, melyen, ha lehetősége van, várjuk szeretettel. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és akkor elköszönünk öntől. Most pedig 25 perc szünet következik. Hangulatjavító coach képzés lesz.